Kedves hallgatóink, milyenek ezek a mai fiatalok? Gyakran tesszük fel ezt a kérdést. Milyen a munkához, a munkahelyhez kapcsolódó vágyaik, milyen célok motiválják őket, hogyan tekintenek a munkára, a munkahelyre, a munkáltatóra, milyen kommunikációs csatornákon érhetjük el őket, és merre indulnak, amikor például az első állásukat keresik. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Guzsai Péterrel, a School és a Kód Garázs munkatársával, partnerkapcsolati és kommunikációs vezetővel, a technológiai oktatásért alapítvány vezetőjével, akit sok szeretettel köszöntök, szervusz! Szia, Bea, köszöntöm a hallgatókat! Idén nyáron egy nagyon izgalmas kutatásba kezdtetek. Arra a kérdésre kerestétek a választ, hogy milyenek is a fiatalok. Hát először is milyenek a fiatalok, és miért vágtatok be, miért volt ez számotokra fontos, hogy megtudjátok, hogy ilyenek, milyenek most a ifjú generáció tagjai? A jó hírem, hogy minden rendben van a fiatalokkal, dióhéjban a kutatást összefoglalva. Az egész azért jutott eszünkbe, mert a Schoolt 2014-ben kezdtük, akkor kezdtünk el azzal foglalkozni, hogy minél több fiatalnak megmutassuk, hogy a technológia és a programozás bárki számára elérhető. Eltelt 8,5 év, és a lányok többség, akikkel találkoztunk, már nagy, vagy közelít az egyetem és a munkahely felé, ezért adta magát az ötlet, hogy kezdjünk el azon gondolkodni, tudunk-e nekik abban segíteni, hogy az első munkahelyüket, az első gyakornoki pozíciójukat megtalálják, viszont ebben nem akartunk úgy beleugrani, hogy nem ismerik őket még jobban. Sokat találkozunk velük, szinte minden szombaton van foglalkozásunk, de azért ez nem olyan, mint amikor egy kérdőívben egy szakmai partnerrel megkérdezzük, hogy mik a vágyaid, merre felemennél, mit szeretnél a jövőben. Egy picikét még a Schoolról beszéljünk, mert egy nagyon fontos információt elhallgattál, mégpedig az, hogy ez egy ingyenes kezdeményezés, mármint hogy a gyerekek számára egy ingyenes lehetőség arra, hogy megismerkedjenek a technikával, az informatikával játékosan. Foglaljuk össze gyorsan, hogy megértsék a hallgatók, hogy kiket képviselsz te. Rendben. Egy non-profit szervezet vagyunk, aki azon dolgozik, hogy minél több lánynak és hátrányos helyzetű fiatalnak megmutassuk, hogy van egy világ, ami a számukra is nyitva áll, hogyha tanulnak és képzik magukat. A fő célunk az az, hogy ezek a gyerekek találkozzanak velünk, rajtunk keresztül pedig fejlesztő cégekkel és az ott dolgozókkal, és kezdjék el kipróbálni magukat abban, hogy ne csak nyomogassák a telefont és a laptopot és játszanak vele, hanem kreatív alkotásra használják a számítógépet. Ezt amúgy a felnőttek úgy hívják, hogy programozás, de sokkal izgalmasabb, hogyha alkotunk kreatívan valamit elkészítünk. Az indulásunk az 8,5 éve volt, ahogy mondtam, ez idő alatt több mint 6000 lánnyal találkoztunk, és a másik vonal, amit elkezdtünk jó pár évvel ezelőtt, a hátrányos helyzetű gyermekek, az pedig ma már egy elképesztő boomban van, idén 12 000 gyermekkel volt valamiféle találkozásunk, ahol vagy robotot építettünk, vagy programozást mutattunk neki, vagy beszélgettünk a jövőről, a jövő szakmáiról. Akkor nézzük részletesen a kutatás eredményeit. Te egy mondatban úgy foglaltad össze, hogy minden rendben van a fiatalokkal. Nagyon sok megjegyzés, sérelem éri őket azzal kapcsolatosan, hogy azt gondoljuk róluk, hogy ők nem nagyon szeretnének dolgozni, nem nagyon motiváltak. Nem erősítesz meg ebben az arc kifejezéseddel, de én biztos vagyok benne, hogy sokan érzik ezt, hogy sajnos bántjuk a mai ifjú generációt, de tényleg milyen a munkához való hozzáállásuk? Mennyire motiváltak, mert erre is kíváncsiak voltatok? Igen. Sokat gondolkodtunk, amikor összeállítottuk a kutatást az Ipsosszal, hogy mit kérdezünk meg, mert hogy tényleg én 43 éves leszek 2 hónap múlva, azt gondolom, hogy nem vagyok öreg, de ha találkozom egy 16 évesel, akkor kiderül, hogy roppant öreg vagyok már, és nagyon más nyelvet beszélünk. Ezért igyekeztünk az ő helyükbe képzelni magukat, azokat a beszélgetéseket, amiket folytatunk velük, legyen az karrierről, jövőről, munkáról, pénzről esetleg, vagy bármi másról, vagy egy motivációról, azok hogyan zajlottak, és hát kiderült, hogy a kutatásban nagyon sok olyan dolog volt, amit sejtettünk, de itt legalább mért adatokkal megbizonyosodtunk arról, hogy valóban így van. Ez például az, hogy rengetegen gondolnak úgy a munkára, mint egy szükséges rossz, de a jó hírem, hogy ők is azért motiváltak, hogyha munkát találnak. Ez a rengeteg, ez azért mondjuk a megemlítéseknél, vagy a céloknál a harmadik helyre szorult. A legtöbben ezt úgy látják a mai fiatalok közül, hogy a pénzből tudnak jövőt teremteni magunknak. Szerintem ez egy jó meglátás, hiszen ha nem is rossz, de szükséges dolgoznunk ahhoz, hogy az életünket fenntartsuk, valamilyen életszínvonalon éljünk. Ez volt egy érdekes rész. Nekem személy szerint a legmegdöbbentőbb, így már az E-generációnál is jóval idősebbként, az volt, hogy még mindig nagyon magas
említésben van a Facebook, mint információ csatorna. Ha bárkivel beszélgetek most tinikről, akkor általában a TikTok merül föl, mint elsődleges csatorna. Ott kell velük találkozni, ott kell velük beszélgetni. Mi is a Skullban elkezdtünk ezen dolgozni, hogy legyen egy jó csatornánk, és ezt nem én fogom csinálni ennyi idősen. Viszont kiderült az említésekből, hogy amikor egy 18-25 év közötti volt a merítésünk, ezt a korosztályt vizsgáltuk. Amikor egy ilyen korú fiatal elkezd munkát keresni, akkor vagy a jól ismert weboldalakat nézi meg, vagy, és itt második említésként jött a social media, ezen belül pedig a Facebook, és nagyon-nagyon szép helyen harmadikként jött be az, hogy körbe kérdezzek a barátoknál. Az, amit azt gondolnánk, hogy elveszőben van a társas kapcsolatok, és csak a gép előtt ülnek, és kütyüznek, és nem is beszélgetnek egymással, az szerencsére azért inkább egy előítélet velük szemben. Még mindig a harmadik helyen van az, hogy megkérdezem a barátaimat, lehet, hogy csatán, és nem szóban, de megkérdezem őket, hogy tudsz-e valamit, megyek valamerre, mit ajánlasz. Ez is egy nagyon érdekes szempont volt, hiszen mi nagyon sokat dolgozunk azon, hogy legyen lehetőségük a fiataloknak találkozni velünk, fejlesztőkkel, cégekkel, és egy kötetlenebb hangulatban kérdezzenek meg minket, ne egy klasszikus állásbőrzén, ahova el lehet menni, de ott azért két szaloncukor és egy lufi között nem mindig tud az ember úgy beszélgetni, hogy szeretne. Említetted, hogy első helyen a jó fizetést jelölték meg a fiatalok. Én azt gondolom, hogy ezzel nincs is semmi baj. Akkor okoz ez csak problémát, ha csak úgy meg szeretnék szerezni, tehát hogy a semmiért elvárják, vagy azért, vagy a kevésért is sok pénzt szeretnék, mert tehát kevés munkáért is sok pénzt szeretnének kapni. Tehát én itt a motivációra lennék kíváncsi, hogy mennyire motiváltak a fiatalok? Nem fogok tudni most egy olyan számot mondani neked, hogy úristen, széttépik a munkaerőpiacot. Azt látjuk, hogy nagyon tudatosak, ez egy szerintem egy nagy különbség mondjuk hozzám képest, ha anyukám majd hallgatja az adást, akkor bólogat biztosan. Én nagyjából 30 éves koromig kerestem a helyemet, és próbáltam megtalálni, merre megyek, de azt látjuk, hogy ők nagyon tudatosan készülnek a jövőjükre. És az, amit kitűznek maguknak célok, mi a Skullban ezt látjuk, azokat egészen masszívan szeretnék elérni. Mondok egy nagyon konkrét tegnap esti példát. 2014-ben, ahogy említettem, akkor kezdtünk, akkor egy Luca nevű lány volt nálunk a táborunkban, 12 éves volt Luca. Tegnap írt nekünk egy üzenetet, sziasztok, Luca vagyok, az első táboratokban voltam, soha nem beszéltünk fel azóta, 8 évvel ezelőtt, és képzeljétek, én már bennülök most fejlesztőként egy technológiai cégnél. 8 évig Luca nélkülünk ezen a vonalon ment végig. Ha jól emlékszem, akkor ráadásul már külföldön éltek, amikor táborozott nálunk, csak hazajöttek a nyárra a nagyihoz. Hát, hogy nagyon sok olyan fiatallal találkozunk, akik 14-15-16 éves koruktól tudatosan készülnek arra, hogy egy ilyen pályára mennek. Nagyon fontos még a kutatásra kapcsolatban, hogy volt egy reprezentatív országos felmérésünk, nem csak kódolás iránt érdeklődő fiatalokkal, hanem egy átlagos, reprezentatív Magyarországot reprezentáló minta, és vele párban pedig végeztünk egy csak kódolásra affinis lányokat is megkérdezve, hogy lássuk, hogy van-e szignifikáns különbség abban, amit egy átlag magyar fiatal gondol, és abban, amivel azokkal a lányokkal, akikkel mi találkozunk náluk. És itt sem találtunk olyat, ahol mondjuk 25-30%-nyi különbség volt. Nagyon picike, de fontos részeken voltak eltérések. Mondok konkrétumot, gyorsan pörgetem közben a kutatást, hogy hol például a munkakeresésnél van olyan webes oldal, amit a lányok jobban szeretnek, jobban használnak. Én az oldal tulajdonosában megnézem, hogy van-e valami oka ennek. Lehet, hogy másabb a felépítése, jobban eligazodnak rajta. Ami még érdekes volt, hogy közben tényleg nézem a kutatás, és renget 72 oldal, úgyhogy elnézést kérek a hallgatóktól és a nézőktől, hogy nem vagyok annyira flott benne, de például nagyon magas volt a megemlítése részükről, több mint 10%-kal magasabb az átlagos fiataloknál, hogy a munkarend és időbeosztás a saját számára megfelelő, az egy kiemelten fontos. Én azt gondolom, hogy egy tudatos nőnél 18-20 éves korban lehet, hogy már benne van az is, hogy egyszer eljön az a pillanat, amikor otthon leszek a gyermekemmel, és ott be tudom osztani az időmet, és tudok egy picikét dolgozni, picikét pelenkázni, és segít hozzá a férjem is majd, amikor hazaérkezik, akkor ez egy tudatos döntés a részükről. Vagy szintén 10% különbséggel a javukra, a fejlődés, képzés, tanulási lehetőség cégen belül nagyon fontos volt, nagyon magas volt. Az otthoni munkavégzés szintén, mondom az átlagot, ő 30%-ban jelölte meg, a kódolásra affinis lányoknál ez 44% volt. Ez nagyon nagy különbség. Nagyon sok mindent felsoroltál, de egy dologra hagyd kérdezzek még rá. Minél idősebb az ember, annál fontosabb számára, hogy úgymond a munkahelye
Némi túlzáson mondjuk azt, hogy a második otthona legyen, és ezzel alatt értem azt, hogy kellemes munkai környezetben dolgozzon, jó fej kollégákkal, segítő kollégákkal, motivált kollégákkal. De mondom ezt saját tapasztalatból, hogy ez bizony korral érik. Na mi a helyzet a mostani fiatalokkal? Fontos ez nekik? Nézem, a top megemlítésben a munkahelyek kapcsolatos elvárásoknál nem ez szerepe, hanem a karrier előremenetel, előrelépési lehetőség. Következő említés az a végzettségének megfelelő munka. Azt gondolom, ebből az látszik, hogyha valaki investál abba, hogy tanuljon valamit, akkor szeretne ott elhelyezkedni. Aztán a harmadik az átlátható és érthető munka folyamatok. Itt megint bejön azt gondolom egy generációs különbség. Ma már a fiatalok nem kattintanak hármat sem. Ennek a kutatásnak volt a múlt héteni bemutatója, HR szakembereket hívtunk meg, és velünk tartott Gulda Ádám, Z-generációs médiakutató, és Ádám elmondta, hogy ők azt látják az egyetemen, ahol tanít, hogyha a tanulmányi osztály kettő kattintásra rejt el egy linket, akkor már nem találják meg. Ebből látható az, hogy az átlátható és érthető munkafolyamatok az már a mindennapjaikban is benne van. Lusták, gyorsak, nem is lusták, az nem jó szó, gyorsak. Ha nem talál valamit, nem keresi 5 másodpercnél tovább. Aztán még ami érdekes lehet, az bejött az értékteremtő hasznos munka. Mi ebben ennek nagyon-nagyon örülünk, mert abban hiszünk, hogy mindenkinek van olyan munkahely a világon, és munka, amiben jól érzi magát. Én a barátaim környezetében nem mindig ezt látom, így 30-40 évesen. Talán hallottak a hallgatók is, korosztályban ott tartanak az életközép válságról, ez klasszikusan az, amikor az ember úgy érzi, hogy semmi értelme a munkájának, és elkezd egy nagyon másik irányba menni. Ha valaki talál egy olyan első munkahelyet, ami értékteremtése számára hasznos, valamint a végzettségének megfelelő, akkor azt gondolom, hogy jó helyen van. És hát még egy gondolat, ami eszembe jutott erről, munkaadóként, pedig ez egy nagyon nagy kihívás, hogy ebben az iparágban 1-1,5 évenként váltanak munkahelyet az emberek, a fiatalok. Uh-huh. Ami elképesztően gyors. Nagyon-nagyon figyelni kell egy HR szakembernek arra, hogy jól érzi magát a fiatal a munkahelyén, és mondok egy nagy nehezítést, ma már ezek a munkahelyek, az IT állások többsége bárhonnan a világból elvégezhető, és a COVID után rengeteg energiát tesznek a cégek abba, hogy visszacsábítsák az embereket a hiper-szuper munkahelyekre. Nem mennek be, mert hogy jobb otthon, jobban szeret ott lenni, kényelmesebb neki ott élni, úgyhogy a pizza estéktől, a borkostolón át, a csocsó versenyig mindenféle trükkön törik a fejüket a munkaadók, hogy légy, gyertek vissza a munkahelyre, mert itt van egy 3000 fős irodaház, kong az ürességtől. Utolsó kérdésem a motivációhoz, részben a motivációhoz kapcsolódik, hogy fontos-e a fiataloknak a fejlődési lehetőség, a tanulási lehetőség, a képzések száma egy munkahelynél? Igen, ez a legfontosabb. A méréseink szerint gyorsan nézem, 2, 4, 6, 8, 15 válaszadási lehetőség volt, amit listáztunk. Ez az első. Igen, ennek nagyon örülünk, és ez a kódolásra a finis lányoknál is az első helyen jött ki. Igen, ami már nagy kihívás, hogy ezt is érzékeljük, és talán akik találkoznak sűrűbben fiatalokkal, ők is érzékelik, hogy ma egy átlag 20 éves évente szeretne pozíciót váltani, maximum, ez a legtöbb idő, amit el tud tölteni egy helyen. Szeretne nagyon hamar vezető lenni, és azok a skillek, azok a tudások, amik ehhez kellenek, és tapasztalat, ami az idővel tud megjönni, azért az nem jön évenként. Én azt gondolom, azt látom magam körül. Úgyhogy ezt a fajta ellentmondást kell nagyon ügyesen a munkadóknak megugrani. Van egy magas elvárás, egy nagyon tudatosnak tűnő fiatal generáció jön most a munkaerőpiacra, és hát velük azért a középvezetők 15-20 évvel idősebbek, nagyon másban nőttek föl. Ez egy érdekes beszélgetés volt ezen a pénteki bemutatónkon, hogy hogyan lehet a generációkat jól működtetni egymással, milyen folyamatok vannak, amiben a fiatalok megértik, hogy az idősebbektől tudnak tanulni, és az idősebbek is megértik, hogy a fiataloktól tudnak tanulni, mert néha elfelejtjük, hogy hát akár csak egy szoftvertelepítésben 2 percet végez azzal, amivel én órákat tudok eltölteni, mert másképp vagyok húzalozva. Nagyon köszönöm, hogy időt szakítottál ránk, köszönöm szépen az információkat. Az elmúlt percben Guzsaj Péterrel, a School és a Kódgarázs munkatársával, partnerkapcsolati és kommunikációs vezetővel, a Technológiai Oktatásért Alapítvány vezetőjével beszélgettünk egy érdekes kutatáson. Köszönöm, további szép napot kívánok neked, szia! Köszönöm én is!